Ez a Horgász utca az egyik olyan utca a városban, ahol már szinte lehetetlen volt közlekedni. A Várva Kft. Hiába végeztette el a kátyúzási javítási munkákat, nem segített tartósan a helyzeten. Ezért kellett dönteni a teljes felújításról, amellyel együtt a csapadékvíz elvezetését is meg kellett oldani. Ez utóbbit, mivel Keskeny utcáról van szó, nagy részben csak felszíni elvezetéssel tudják biztosítani. És a szomszédos Szövetkezet utca, Horgász és Kökény utca közötti szakaszán is árokrendezésre volt szükség ahhoz, hogy a víz elfolyhasson. Ezt követően kaphatott a meglévő alap részleges felhasználásával teljesen új aszfaltburkolatot az utca, és a járda is megújult. Szintén halaszthatatlan volt a Földvári Károly utca felújítása is. Itt már korábban is gondot okozott az út minősége. A volt BEM-ESE pályán zajló munkák miatt azonban még annál is jóval rosszabb állapotba került az útburkolat. A gyakorlatilag teljesen használhatatlan aszfalt réteget felszedték. 5-6 cm vastagságban kiegyenlítő réteget alakítottak ki. Erre kerülhetett ugyanilyen vastagságban az új aszfalt burkolat. A patkarendezés még hátra van, de hamarosan teljesen megújult, tehát ez az utca is.